Már tudjuk, hogy jövő június 9-én lesznek a nagy választások Magyarországon. Ugye kétféle az Európai Parlamenti választások lesznek, illetve a helyhatósági, tehát az önkormányzati választások. Ez egy fura helyzet, mert ilyen még nem volt Magyarországon, hogy két lényegesen különböző választás van egybetolva. Bár mondjuk az Európai Unió részéről ez mindig egy igény volt, hogy ha lehet, akkor önkormányzati választásokkal kapcsolják össze az egyes nemzetek az Európai Parlamenti választásokat. Hát nem mindenütt van ez így, Magyarországon most ez szerintem hál' Istennek így van, viszont ettől még létezik az a probléma, hogy ugye az európai parlamenti választások tétje az az, hogy maga az európai gondolkodás, az európai jogszabályalkotás, az európai politika merre mozduljon jobbra-balra, középre, előre-hátra. Egy 705 fős testületről beszélünk, ugye 27 országból megválasztva. Az önkormányzati választás meg arra szól, hogy velem mi legyen. Tehát velem itt, ahol én lakom. Megint. És a kettő között hiányzik ugye a köztes állapot, ez a e, országgyűlési választásoknak a világ, amiről arról van szó, hogy az országgal mi legyen. Itt most az országról nincsen szó, itt most Európa egészéről van szó, meg az én icipicik is, magam burkáról, tehát a e, magam lakókörnyezetéről. Én ezzel együtt nem bánom, csak ugye ez óhatatlanul különböző választási megfontolásokat sugal, hiszen az önkormányzati választásoknál ahány település, annyi választókerület, sőt még annál is több, mert egy-egy településen néhány hát, körzetek még, is vannak. Még, még annál is sokkal több. Tehát, te, tehát ez alsó hangon 3000 körzet körülbelül, míg nem az európai parlamenti választások esetében egy körzetről beszélünk, és ilyenkor a választópolgár ugye meg fog hasadni, hogy most akkor te jó Isten, én azt akarom, hogy mondjuk Európában, mondjuk most akkor magam felé beszélek egy kicsit, hogy a szociális ügyek felé mozduljunk tehát balra, Viszont cserébe itt helybe Józsi, aki éppen semmilyen párthoz nem tartozik, de az lesz a jó megoldás. Vagy Gizi, aki meg éppen valamelyik párthoz tartozik, ami nem feltétlenül azonos amit én Európába akarok, de itt viszont a Gizi esetében ez nagyon jó lesz. Na ja, most ugye mi ketten egyazon szervezeti háttérrel rendelkezünk, egyazon politikai közösség, köszönöm szépen, hogy így mondott, de hát azért mégiscsak ugyanálunk van ez a megosztás, hogy mivel a pártunk mozgalmakra épül, mozgalmak tagjaira épül, inkább így mondanám, tehát ez az azt jelenti, hogy pártként az Európai Parlamenti választáson fogunk indulni, viszont a pártunk úgy döntött, hogy nem kíván az önkormányzati választásokon jelöltet állítani, hanem ezt a mozgalmak, a pártunk értékközösségébe tartozó mozgalmakra bízza. Ti meg ugye, mint a Magyar Szolidaritás Mozgalom, alapvetően egy ilyen, ilyen civil megközelítésben vagytok. Na hát aztán most akkor fa, ugye az a feladat, hogy hangoljuk össze a dolgainkat. Szerintem nekem az egyszerűbb a dolgom, neked jóval bonyolultabb, úgyhogy én azért azt mondom, hogy egy picit okítsam aki -e ki minket, meg engem, hogy, hogy, hogy most, most tulajdonképpen Hány településen, milyen formációban, milyen logikákon, milyen programokkal indul a magyar szolidaritás mozgalom? Nem mintha nem lenne róla fogalmam, csak hát azért én is úgy a részletek tekintetében bizonytalan vagyok sok szempontból. Meg hát főleg Budapesten mi a fene? Lesz-e főpolgármester? Nem lesz főpolgármester. Belenyúl a Fidesz a választási törvénybe, nem nyúl bele a választási törvénybe, szóval na most akkor mi van? Hát ez egy szép, hosszú történet lesz, Tibor, meg kedves néző. De igyekszem azért nagyon rövid lenni. Tehát jóval jobb vagy rosszabb a helyzet a nagy 3000 közvetlen, mert 3200 település van Magyarországon, ebből mondjuk 3000 fő alatti, de ott is azért ugye többen indulnak pozíciókért. Na jó, akkor négy ezer közel. Na de vannak a, vannak a tízefőnél. Most e, nagyon föl akarod pumpálni, e, mondod, hogy e, te négy ezer, én e, meg csak egy, igen. Szóval, szóval sokkal több van ez a lényeg, és tényleg... tényleg olyan szempontból bonyolult, hogy az az állítás, az a kampány, ami esetleg jó győrben, az lehet, hogy értelmezhetetlen Nyíregyházán és természetesen vicc a verza, és természetesen egyik sem áll meg Budapesten vagy Budapest valamelyik kerületében, sőt Pest megyében is értelmezhetetlen mondjuk már esetleg egy budapesti kerületi kampány. Tehát ugye itt arról van szó, hogy nagyon sok kis kampányt kell nagyon helyesen lefolytatni, hiszen az van választás arról szól, helyben mit szeretnének a lakosok, mi a prioritás, esetleg a kultúra, vagy több utat, vagy, vagy kevesebb utat, szóval, hogy, hogy a, a, ott a helyi közösség mit szeretne, és hogy ehhez keresnek politikusokat, vezetőket, képviselőket. Ugye, 19, ugye, ugye Magyarországon az a helyzet állt elő, hogy általában a feletti település, minél kisebb egy település, annál kevésbé vagy a pártpolitika, és minél nagyobb egy település, annál inkább ö, beleszól a pártpolitika. Bocsánat, szemben az Európai Parlamenti választásokon, no, ahol csak a politika... Ott, ott csak, ott csak, ott csak pártpolitika van. Egyébként nagyon helyesen, mert ez egy, ez egy politikai választás, egyébként az Európai Uniós választás, tényleg, és, és szerintem ez egy jó dolog. De az önkormányzati választások nem, nem ilyenek, egészen más logikán mennek. És ö, ö, mi azt mondjuk, hogy az elmúlt 30, de leginkább az elmúlt 12 év tapasztalatából, hogy ahol, ez a magyar politika, ez a pártpolitika, ez, ez teljesen elmérgesedett. Tehát, hogy itt, itt, majd fogok is mindjárt mondani példákat rá, de hogy, szóval, hogy ez szó szóval egészen, hát, szóval, hogy megalázó meg ilyen buta módon politizálnak kerületekben is akár, vagy nagyvárosokban, azért nem valósulnak meg beruházások, mert az ellenzék DAFKE megakadályozza, hogy tök mindegy, melyik ki van éppen hatalmon, és ki van éppen a kerületben, vagy a városban, a ellenzékben, hogy nehogy megtörténjen, nehogy újra válasszák a másikat, mert a párt központból azt mondták, hogy nem lehetséges. Na most ez, 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 ez tragédiák sorához vezetett, hogy, hogy elég, csak, elég csak majd Budapestet megnézni, hogy, hogy nem fejlődött megfelelően Budapest az elmúlt 32-ben, az elmúlt 12 évben. És mi azt, nekünk az a fő az egyik fő mondásunk, tehát a mi kampányunknak a fő mondása az az, hogy a pártok azok, azok, azok menjenek el a meg kapálni. A kapálni, az európai parlamenti választásra, meg az országgyűlési választásra, és hagyjanak minket békén a mi kis közösségeinket. Mert ugye olyan iszonyatos, amúgy is az emberekre annyi iszonyatosan sok információ, meg baj, zúdul minden nap, hogy legalább azt ne kelljen hallgatni, hogy itt a kerületben, vagy a városkámban, vagy a falvamban, hogy eszi egymást a különböző pártok. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy ennek legyen vége, az önkormányzatokba kerüljenek civil szervezetek. Tehát ez a mi egyik főmondásunk, és aztán természetesen az összes városba, a faluba, a községbe, vagy Budapesten, ahol indulunk, ott a helyi megfelelő programokat, amiről azt gondoljuk mi, hogy előrébb viszi a, várost, a, a, a falut, mi azokat fogjuk propagálni. Nyilván ilyenkor ebben az ügyben nekünk, természetes szövetségeseink, a többi. Ugye mi egy országos civil szervezet vagyunk, de hát ugye vannak helyben is civil szervezetek, és Budapesten is, meg vidéken is nagyon jó kis megállapodások kezdenek kibontakozni. Figyelj, de az van, hogy most itt oké, okay, értem, hogy miért van helyi program. Tehát lényegében most azt mondom, hogy itt, ahol én lakom, a 13. keretben a Ló utca fölkövezése az elengedhetetlen. Hát, meg meglátjuk. Viszont a helyzet az, hogy azért helyben is vannak szociális igények. Mert ugye most, mint párt, mi azt fogjuk mondani, nem fogjuk, mondjuk, már régebb óta, csak most is ezt fogjuk megismételni, hogy alapvetően Európának a szociális dimenziókra kell fókuszálnia, Nyilván millió más mellett, de azért ez egy kiemelt terület legyen. Jelenleg ez nem egy kiemelt terület. Na most akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy a civil szervezetek, amiben aztán elég sok mindenféle fajta belefoglaltatik, hogy ezek konkrétan... A magyar szolidaritás mozgalom esetében mik, mik, mik azok a kritériumok, hogy te azt mondod, hogy, hogy ez egy civil szervezet, de mégsem támogatom, vagy ez egy civil szervezet, és nagyon támogatom. Igen. Nézd, hát a, ugye a szolidaritás mozgalom az egy ilyen ö, proli szervezet, tehát hogy ugye mi alapvetően baloldaliak vagyunk, a tagjaink is, itt dolgozó emberek, tehát itt nem, nem, ö, olyan emberek, akik a munkánk mellett közvetettel foglalkoznak, pont. Tehát nekünk ez az alapállapotunk. Ugye mi szoktunk néha az országos ügyekben is beszólni, de most, most olyan kormányzati választások jönnek, és valóban nem vagyunk párt, így, így nem ilyen nagy ideológiák mellé szerveződünk, de hát azért pár kritérium természetesen van. Tehát nácikkal mi nem dolgozunk együtt, ja. bár, bárki, aki, bármelyik olyan civil szervezet, aki azt, azt érzékeljük, hogy valami ellen van, és, és akkor ő az ellen azért jött létre, hogy megakadályozom bármit, ez toxikus, vannak ilyenek is, azokat, hát nem, nem, inkább, inkább őket hagyjuk, mert mi egy olyan szervezet vagyunk, akik, akik azt, hogy, ugye a nevünk is hogy a szolidaritás mozgalom, tehát hogy hogyan, hogyan vagyunk mi együtt, hogyan tudunk mi egymásnak segíteni, és hogyha ha ilyen szervezeteket találunk helyben, akik, akik mondjuk arra szerveződtek, hogy újítsunk meg egy lakótelepet, vagy egy kerületet, vagy egy falut, vagy hogy az legyen mondjuk zöld alapon ö, ö, épüljön, vagy fejlődjön a következő húsz évben, vagy, vagy, vagy mondjuk turisztikai alapon, vagy, vagy vagy arra jött létre az Egyesület, hogy segítsen a gyengéllátóknak, és akkor most hális neki, nagyon hosszú felsorás van, hogy ki kell szoktunk mi hagyományosan együttműködni, akkor mi azokkal együttműködünk. Ugye olyan, sok olyan megállapodásunk is van, hogy hát van egy csomó olyan szervezet, aki, aki nem akar politizálni, mert hát nem, tehát nem akar arra az önkormányzatba, de, de, mondjuk, de vannak, de például ilyenek, hogy mozgás mozgássérültek, hogy ők, 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 ők mozgássérült ügyekben mozognak, és nagyon szívesen vették, amikor mondjuk az Ebra minimum programunkat, ugye velük is leegyeztettük szakmailag, elvittük őket a, a meghívásunkra a minisztériumban és az erről szóló tárgyalásokra, hogy hát az ő igényeiket is figyelembe vegyék Budapesten, meg országosan is, amikor az új gyalogos átkelőhelyeket fejlesztik. És hát ugye nyilván azért ez egy, ez egy együttműködés, ők nem akarnak politizálni, nem fogják oda tenni a plakátra a logójukat, de, de bírják, oh. vagy mi, mi bírjuk az ő támogatásukat, és hát sok ilyen ö, ö, civil szervezet van helyben is, meg országosan is, és hát így gyakorlatilag ezek a kritériumok, amik mellett mi kialakítjuk az együttműködéseinket. Na most szerinted van itt valami összefüggés az, hogy ugye, mert helyben ti fogjátok mondani, amit mondtok, én most ezt úgy érem meg, hogy ahány helyen indultok, annyiféle program, tehát mit Valószínűleg ez így lesz, 200 igen. Helyen indul a szolidaritás mozgalomnak a jelöltje, vagy Támogathatja a Pár helyen még minden. ugye extra, hanem is a mozgalom jelöltje támogatjátok, Így, stb. stb. Na most, egy kicsit ugye, itt van igen szolidaritás Magyarországért mozgalom ugye itt sokkal egyszerűbb a választópolgárnak a helyzete, mert itt nem ügyekre kell igazából fókuszálni, hanem az, hogy van egy adott párt, egy adott lista, mondjuk az igen iszomnak a listája, bum, idézőben szinte független attól, hogy ki van rajta, vagy megszavazom, vagy nem. Hát inkább megszavazni kéne, de most ez részletkérdés. Uh, most ugye a egyrészt körül is azért a közvélemény érdeklődő rész azt tudja, hogy, hogy egy az analomból vagyunk, meg minden. De most én azt gondolom, hogy a párt fogja tolni a maga nézeteit, főképpen ideológiai nézeteit a, 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 a kampányban, de nektek viszont ott vannak a helyi kampányok, és, és ez hogyan fog egymáshoz viszonyul. Hogy, lesz ennek teteje? Hát, vagy egyáltalán, tehát, hogy, hogy, hogy mi, mi az, amire te azt gondolod, hogy van egy országos szintű alapzaj, és arra ti ráfűzitek a helyi történetet, hogy ez, ez, ez szerencsés, nem szerencsés, működik, nem működik, hát majd meglátjuk, hogy működik -e, de hogy, hogy, hogy egyáltalán é, é, hogyan, hogyan Fogjátok ti ezt, ezt, ezt csinálni, hogy van azért mögöttetek egy párt, de mégsem akartok pártokat helyben, és a mondani való az, az mégiscsak baloldali, tehát akkor. Szóval magyarul, ezt te hasznosnak tartod az emberek gondolkodása szempontjából, vagy inkább összezavarja őket? Nézd, az, én, most mi itt együtt beszélgettünk, de nyilván mi a kampányban erről nem fogunk beszélni, tehát mi egy szolidaritás mozgalom vagyunk. Hogyha minket támogatnak pártok, akár az Iszom is, vagy mások is, annak mi nem örülünk, tehát hogy ez, ez, ezt nem fogjuk eltagadni, hogy most akkor mi együtt, együttműködünk, nyilván másokkal is ö, 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 beszélgetünk. De egyébként bár, bár a jobbik is ezt mondja ez egy szóval csomó, nyilván nem fogunk együttműködni, de hogy egy szóval csomó helyről jön ez, ez hogy, hogy, hogy a pártoknak ki kell vonulniuk az önkormányzatokból gyakorlatilag most az elmúlt választások is ezt igazolják, hát elég csak Gödre, meg az, elmúlt 20 választásból 19-ben függetlenek nyertek a kicsi faluba, vagy akár nagyobb településen is. Tehát hogy ez jön a társadalom felől, hogy, 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 hogy nem, 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 a, nem a baloldali, vagy a liberális pártokat nem akarják, vagy a Fidesz, senkit nem akarnak, hanem hagyják őket békén ott, ott, ott helyben, és engedjék, engedjék, őket szabadon legalább helyben élni. Tehát mi ezt, ezt, fogjuk mondani, hogy, hogy az pártoknak, a pártlogikának ki kell menni az önkormányzatokból, és reméljük, hogy fogunk tudni csinálni egy nagyon erős budapesti kampányt, ami, aminek lesz lesugárzása a, az ország többi részére. Úgyhogy... hogy a, most mondani. ezzel a főpolgármesterrel, mert ugye egyrészt most a Fidesz bele fog nyúlni a választási törvénybe, hogy milyen mértékig, az egy előre egy kérdőjeles Igen. dolog. De mondjuk az én logikámba belefér az, hogy azt mondják, hogy ja, hát nem is feltétlenül kell a főpolgármestert közvetlenül választani, hiszen az van, hogy lesz 23 polgármester, ők úgyis benne vannak a közgyűlésben, meg még a pártlistákon, ha lesznek ilyenek, akkor még az úgy egy további 10 ember. Tehát akkor ez a 33 ember, ad abszurdum a saját soraikból, vagy valamilyen más megoldással meg tudnak választani önmaguk is egy főpolgármestert, nem kell idehez a nép. Így, hát jöttek ugye erről szóló hírek, ugye itt a kis világunkba, politikai világunkba, ugye szállingoztak ilyen hírek, hogy a Fidesz ezt meglépi. De én nem tudom, mi fog történni, előfordulhat, hogy ez lesz. Én, de most nem ezt látom, két dologra alapozván ezt. Egyrészt is, hogy hát Karácsony Gergely jelen megindult egy általános támadás, ugye támadják a Fidesz részéről is, támadják a demokratikus koalíció részéről is. úgy látom, hogy itt a nagyobb szereplők eldöntötték, hogy ötlet fogják venni a színről. Hát ugye Gergő mögött nincsen wow. valami komoly párt, meg ilyen komoly szervezet. Hát pedig pont ez lenne az előnye. Na mindegy, jó, igen. igen nem, én, mondom, hogy mit csinálnak a pártok. Tehát, hogy, hogy ugye mi ebbe hál' Istennek, nem vagyunk benne, ez az ő ügyük, itt marakodnak ezen a Budapesten, közben Budapesten 40 éven nem történnek dolgok és még mindig ott tartunk, hogy, hogy akkor csak ki lesz a főpolgármester, aki majd jól nem csinál semmit, tehát hogy ez, ez, ez megy itt. És most is en, ezt, ennek a játéknak a 20. fejezetét láthatjuk, hogy ahogy így elnézem, a Fidesz meg a DK talán megalapodást köthettek, hogy akkor ők most közös erővel megbuktatják a Karácsony Gergőt, ugye elkezdték támadni, és ráadásul a Fidesz most ugye biztos hallotta, itt a napokban, két nappal ezelőtt kijött, hogy hát hozzá fognak nyúlni az önkormányzati törvényhez, ami hát leginkább érdekes módon Budapestet érinti, ugye itt hogy hogyan lehet listát állítani, hogyan lehet polgármester, főpolgármester állítani, hát ez bizony a nagypártoknak, tehát kvázi mondjuk ki, akkor most a jelen pillanatban a Fidesznek, meg a demokratikus koalíciónak kedvez. Most a, De hazánk... a demokratikus koalíció az nagypárt? Hát az ellenzéken, ellenzéken belül igen, hát alapvetően nem, de mégiscsak a, a mondjuk benne van a legnagyobb három, az első háromba, tehát ugye a Fidesz, Fidesz szokták hozni a dk és a mi hazánkat, amikor ilyen erősebb pártokról beszélgetünk tehát itt valami fajta megállapodás van, a demokratikus koalíció ki tud állítani, 20 darab a Budapesten, a többi párt valószínűleg nem. Na most ugye ez, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy, hogy listát állítsanak, hogy onnan bejussanak emberek az önkormányzatokba, tehát én azt, azt érzékelem, hogy talán nem véletlen ennek a választási törvénynek az ilyen fajta, amihez még hozzányúhatnak, még behozhatják, hogy egyébként főpolgármester választása legyen közvetlenül, de én szerintem ők azt mérik, hogy hogy szegény Karácsony Gergőt ők le tudják tenni. Ugye a nagy kérdés, hogy tesznek helyre, mert ugye nem látunk sem a Fidesz részéről, sem pedig a demokratikus koalíció részéről olyan politikust, akit érdemben építenének. Hát hírek vannak, hogy kik, de, 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 azért, hát most már azért ketyeg az óra, hogy, hát, hogy akkor most akkor mi a helyzet. Úgyhogy itt tartunk. Nekünk nagy szerencsénk van, hogy ebben a könyökrésben nem kell részt venni. Mi Budapesten jelen pillanatban Hát 8-9 kerületben vagyunk jelen szervezetileg, szerintem ez egy nagyon komoly szám egy civil szervezettől, természetesen együttműködésben vagyunk helyi civil szervezetekkel is máshogy. úgyhogy mi kampányunk Budapesten alakul, ahogy, ahogy Pest megyében, meg, 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 a vidéki településeken is, hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Jó, hát figyelj, de én, én azt gondolom, hogy egy másik alkalommal, amihez nem is kellek én, szerintem azért az nem lenne baj, hogyha tudnád csinálni egy olyan felsorolást, hogy, hogy akkor most körülbelül Buda, legalább Budapestet körbejárni, hogy hol áll, hogy nem áll a párt, hol vannak jelöltek, hol nincsenek jelöltek. Én, hogyha hozzáfűzhetek ehhez az egészhez valamennyit, Nyilvánvalóan, most én nem tudom mondani, hogy ki lenne jobb Karácsony Gergelyné, mert ugye egyelőre nincs senki más a porondon, akit megjelöltek volna, hogy na most akkor ő. Ha majd lesz ilyen, az nyilván elmondja, hogy mit szeretne, meg, meg nyilván lesz róla valamilyen vélemény. Én annyit határozottan tudok, hogy azért szociális területen azért homorított, minden nehézség ellenére homorított valamit a város. Értem ez alatt, hogy a nagyon-nagyon rászorulók esetében, rezsíhozzájárulástól kezdve az intézményeknek, a energiállátása tekintetében én látok sikersztorikat, viszont amit én nagyon-nagyon zokon vettem, minden minőségemben, tehát én magam is vagyok biciklis, rolleres, autós, gyalogos, de ez a biciklis terror amit csináltak itt a városban, ez nekem nagyon nem tetszik. És ugyan az emberek megélhetése szempontjából szerintem nullát jelent, de szimbolikusan mégis, hogy, hogy, mindig, amikor ezért azért keresztül utazom a Bacsirinszki úton, a múzeum körút felé, és akkor Deák tér, Erzsébet tér, tehát ez az egész És akkor ott van az a förtelmes palánk erdő, ami eltakarja a városházának a hátát és így belegondoltam, hogy ez már gyerekkoromban is egy szörnyes, szörnyű ideiglenes bódésor volt, meg minden, és hogy, hogy, hogy Európai Unió tagjaként Budapest, világváros, főváros, annak is a belső területén eh, tulajdonképpen időtlen idők óta, eh, hát háborút, háború óta mindenképpen eh, bodegák, palánkok és nem tudom, mi minden van, én ezt olyan szinten tartom cikinek, hogy hogy, hogy azt elmondani, nem tudom, és ez sajnos Karácsony, minden ígéretet a Karácsony Gergő sem változtatott, úgyhogy ha megengeded, én azzal zárnám ezt a mostani beszélgetést, hogy az Európai Parlamenti Programunkban valószínűleg nem lesz olyan pont, hogy mit kell csinálni az Erzsébet téren, de azért én nagyon szeretném, hogyha legalább a Magyar Szolidaritás Mozgalom e tekintetben is mondana valamit, hogyha már egyszer arról van szó, hogy helyben mit kell csinálni. Hát az a helyzet, hogy ahogy nektek is, az iszomnak is lesz egy kongresszus a jövő héten, nekünk is lesz nem sokára egy, és akkor ott már végre mi is tudunk, most úgy tűnik, hogy mi is egy összegzésnél leszünk, pont ahogy ezt javasoltad, hogy Hát nyilván át fogjuk tekinteni, hogy akkor pontosan hogy állunk Budapesten, vidéken, nyilván már akkor neveket is tudunk mondani, és nyilván programmal se fogunk adósak maradni. Főnek annak tükrében, hogyha te ezt látod a belvárosban, akkor sajnos én ennek a, a tehát hogy palánkok és, és vezet, hát akkor ö, ö, üdvözöllek a világomban, mert hát Pesterzsébet, Csepel, Soroksár, Újpalota, és még és új, szóval, hogy itt, itt, itt rengeteg dolog van, ami, Ö, 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 megoldásra vár, és egyébként valóban nem szeretném megmutatni nem Karácsony Gergelynek ez a problémája, hanem hát itt már 35-40 éve ezek a problémák vannak, és pontosan ez, ez jellemez minket, hogy itt a párt logikára mentek el előképesztő mennyiségű energiák, ahelyett, hogy hosszú távú stratégiákban gondolkodnánk, és végre Budapestet elkezdenénk, világvárosként kezelni, mi magunk is, mert a bolygó így kezeli, csak a, csak a, csak a, magyar Budapest és a magyar egy kicsit mindig. Szóval hányatotott sorsú ez a, ez mi Budapestünk, és nagyon jó lenne, hogyha 30 év múlva egy egészen másik Budapestet láthatnánk, ahol könnyű a közlekedés mind a külvárosokból befelé, meg az agglomerációból befelé is, ahol nincsenek rosdővezetek, ahol a külvárosokban is elérhetők a szolgáltatások, és, itt, és szóval, hogy rengeteg, rengeteg, rengeteg dolgunk van, amit, ami nekünk konkrét programunk is lesz. Ugyan, Hajrá magyar így. szolidaritás mozgalom! Hajrá,